A héten Bene Sándorék tanyáján filmforgatás zajlott. Vágó Bálinttal, a HON alapítvány elnökével beszélgettünk a forgatásról és arról, hogyan kerültek Karcagra a pusztai rókákhoz. A pusztai róka nomád hagyományőrző egyesülethez érkeztünk, akik részesei annak a programnak, amit még tavaly terveztünk szeptemberben megvalósítani, egy élő hagyományőrző fesztivált. Ez a ismert járványügyi helyzet miatt sajnos nem valósulhatott meg, és idén sem tudtuk most májusban megcsinálni, mivel nem lehetett tudni, hogy hogyan alakul a járványügyi helyzet, ezért úgy gondoltuk, hogy átteszük az online térbe ezt a fesztivált, és egy filmet forgatunk a résztvevőkkel. Úgyhogy az eredeti élő rendezvénynek a résztvevőihez ellátogatunk, és mindenhol forgatunk ebbe a filmbe jeleneteket, és csinálunk majd róluk egy külön kis rövid filmet is. A karcagiak mellett sok határon belül működő hagyományőrző csapat szerepel a filmben, akik elsősorban a középkori hagyományőrzéssel foglalkoznak, de törökkori, végvári, kuruckori és katonai hagyományőrzőkön is megszólalnak a készülő filmben a kézművesekkel együtt. Nagyon sok a határainkon belül működő hagyományőrző csapat. Fel sem tudom őket sorolni, és biztos kihagynék, de a Nógrád megyében, Balatonfelvidéken, Nyugat-Magyarországon, mindenfelé az országban. Elsősorban a középkori hagyományőrzéssel foglalkozókat látogatjuk végig, ők kerülnek bele a filmbe, de az eredeti fesztiválon voltak más korszakkal foglalkozók is, és például törökkori, végvári, kuruckori hagyományőrzők, ővelük külön kis filmeket készítünk. A katonai hagyományőrzőkön kívül nagyon fontosak a kézművesek is. Kézművesek is szerepelni fognak ebben a filmben. A film rendezője Mestellér János elmondta, a pusztai rókáktól is azt kérték, hogy azzal mutatkozzanak meg, amiben a legerősebbek, vagy amiben szeretnék magukat megmutatni. Az elsődleges cél, a nagy Regnum Fest dokumentumfilmhez forgatunk most jelenetet, a pusztai róka csapattal, és ezen belül az ő bemutatkozásuk zajlik. Tehát elsősorban azt kértük minden egyes hagyományozó csapattól, hogy azzal mutatkozzon meg, amiben ő a legerősebb, vagy amivel ő meg szeretné magát mutatni. És most itt mögöttünk a pusztai rókák adják elő nagyjából azt a bemutatót, amit máshova is szoktak vinni, amiben ők a legerősebbek. És ezen felül lesz még interjúzás is a vezetővel, ahol azokra a gondolatokra vagyunk kíváncsiak, ami őket jellemzi, meg amivel ők a hagyományőrző világban másabbak, vagy jobbak, vagy különlegesebbek, mint a többiek. Természetesen a viselet is része a hagyományőrző világnak. Természetesen a viselet része magának a hagyományőrző világnak, egy nagyon fontos és látványos eleme, és természetesen mindenhol minél részletesebben bemutatjuk magát a viseletet, de ugyanúgy a lovakat, ugyanúgy a fegyverzetet, meg más helyszíneken az életképet, a táborokat, és mindenképpen azt a fajta produkciót, amiben ők általában legerősebbek. A filmhez nagyjából 18 csapattal forgatnak, de vannak, ahol becsatlakoznak kisegítő csapatokból is tagok, így akár 25 csapat tagja is megjelennek majd a végső produkcióban. Elsősorban mindenkihez szólunk ezzel a filmes projekttel, de a fiataloknak, tehát a fiatalok elsősorban ők vonhatók be leginkább utánpótlásként, hogyha erről volt szó, és nálunk is, tehát én is egy hagyományozó csapatnak a tagja is vagyok, meg vezetője, és kiemelten fontos az, hogy megszerettessük ezt a tevékenységet az ifjabb generációkkal, akik ugye nekünk is az utánpótlást jelentik. A film bemutatása nyár derekán várható, és mintegy 200-300 fős csapat vesz benne részt. Nem csak a stábot tekintem a csapatnak, meg nem csak az alapítványt, akivel együtt dolgozunk, hanem én a csapatnak számítok minden egyes hagyományőrzőt, akivel dolgozunk, és ez a szám, nem akarok butaságot mondani, de körülbelül 200-300 fős
csapattal dolgozunk. Ezt bátran kívánom jelenteni. A Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület tagjai évek óta ott vannak a fesztiválon. Mint vezetőjük Bene Sándor elmondta, a Kecskeri pusztán, azaz a Bene tanyán zajló filmforgatásra a teljes csapat lejött Karcagra, Esztergom Pomáz mellől is. Egy Regnum Fest nevű középkori fesztivált szerveztek volna tavaly évben a Szabolcsi Földvárnál, ez lett volna a helyszín. Egyébként ahova a csapatunk rendszeresen szokott járni rendezvényekre, és hát a koronavírus járványhelyzet miatt sajnos ez tavaly meghiúsult, és idei évben áttették májusra, hogy akkor lesz megtartva a rendezvény, de idén is sajnos elmaradt, és a szervezők úgy döntöttek, hogy átviszik az online térbe a rendezvényt olyan formában, hogy az összes résztvevő csapathoz ki fognak menni, illetve már az elmúlt hetekben több helyre kimentek, és minden csapattal csinálnak egy kis filmet a csapat életéről, illetve arról, hogy ki hogy gondolja ezt a középkori hagyományőrzést, tehát interjúkat készítenek, és nagyon sok látványos dolgot felvesznek minden helyszínen. Itt nálunk a Kecskeri pusztán összesen egy 12 harcos lovassal veszünk részt, és hát amit a lovasharci bemutatónkban is szemléltetni szoktunk a közönségnek, azt mutatjuk be itt a pusztában, tehát a sztyeppei lovasnomádokra jellemző harcmodort, az íjászatot, a kelevészhajítást, a kopja használatot, a fokos használatát, tehát mindent, amit a távol harcban, illetve a közel és félközel harcban használták. A mi felfogásunk szerint a karikás ostor is, mint egy régi harci eszköz bemutatható, még a 19. században úgy rendesen harcoltak vele, ólomgolyókat kötöttek a csapószíjra, és mi is ezt a fegyvert bemutatjuk használatba, tehát vágtába áglecsapást, vagy egy nátszálat, ha feltesznek, ezt vágtázó lóhátról ketté csapjuk, ugyanúgy, mintha az ellenségre vágtáznánk rá. És ezen kívül még a különböző lovasnomád játékokat, a lovasbirkózást, a köbörét, vagy éppen a trükklovaglást, ami ilyen lovaskaszkadőr elemeket tartozó, vagy tartalmazó lovaglási stílus, tehát vágtába leugrálunk a lóról, felleugrunk, akkor keresztbe fekszünk a nyergen, mérleget csinálunk, vagy a vágtába a ló oldalára lemegyünk előre, vagy hátra elbújásba, vagy vágtába felállunk a lóhátára. Tehát nagyon sok látványos elemet igyekszünk itt bemutatni a pusztában. És ezen kívül még lesz egy olyan rész is a filmbe, a csapatunkról megjelenítve, hogy kilovagolunk a Kecskeri pusztára, 16 lovassal összesen, vagy 18 lovassal. Tehát itt a fiatalabb karcagi lovas csapattársaink is részt fognak venni, és a nem régiben érkezett magyar szürke gulyánkat is körbe fogjuk lovagolni, ami szintén egy látványos elem lesz az érdeklődők számára. A szokásos lovas-íjász harci bemutatót most 12-16 lovassal tartják meg kórhű ruhában, amiben bemutatják a lovas játékokat is. A személyes interjúkon keresztül pedig a lovas csapat életébe tekinthetnek be majd a film megnézői.